Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. A mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Ma március 23-a csütörtök van, és mindenek előtt az orosz háború legfrissebb fejleményeiről pár szólt. Szlovákia átadott négy darab MiG-29-es vadászrepülőt Ukrajnának, jelentette be Jaroslav Nadvédelmi védelmi miniszter a CNN szerint míg az előző héten írtunk arról, hogy Szlovákia összesen 13 vadászgépet ígért Ukrajnának. A CNN szerint az oroszok úgy látják, hogy az újabb MIG gépek nem jelentenek érdemi segítséget Ukrajnának, és ez lehet az oka annak is, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és a legfőbb ukrán katonai tisztviselők a jóval modernebb F-16-osok átadását szeretnék elérni. A szlovák miniszter azt írta, hogy a gépekkel az ukrán pilóták repültek át Szlovákiából Ukrajnába. Hozzátette azt is, hogy a szlovák kormányzat célja az, hogy a gépek átadásával segítsen az ártatlan civilek életének megmentésében. Helyesen cselekszünk, mert Oroszország az, amely a Ukrajnát, Oroszország az, amely Ukrajna területét megszállta, és Oroszország az, amely ha kivonja katonáit, akkor azonnal véget ér a háború, írta posztjában a védelmi miniszter. A NATO főtitkár szerint a nyugatnak Ukrajna hosszú távú támogatására kell felkészülnie, a NATO főtitkára szerint Vladimir Putyin orosz elnöknek nincsenek azonnali béketervei Ukrajnában, így a nyugatnak arra kell felkészülnie, hogy hosszú ideig segítenie kell Ukrajnát akár életkioltásra alkalmas eszközök szállításával is. Jens Stoltenberg a The guardian adott csütörtökön megjelent interjúban kifejtette, Ukrajnában felmorzsoló jellegű háború folyik, és emiatt arról is szó van, hogy megvan-e az ipari kapacitás a támogatás fenntartására. Stoltenberg szerint a háború intenzitására jellemző, hogy Ukrajna jelenleg a nyugati gyártókapacitást meghaladó mennyiségű napi 4-7 ezer tüzérségi lövedéket használ. Oroszország 20 ezer lövedéket vett be naponta az ukrajnai hadiszintéren, és önkényuralmi rezsimektől, köztük Irántól és Észak-Koreától próbál meg több fegyvert beszerezni, mondta az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára. Hozzátette, Ukrajnát képessé kell tenni támadó hadművelet indítására és területek visszafoglalására, kiemelte ugyanakkor, hogy a NATO nem -e részese a konfliktusnak, és a tagállamok saját hatáskörükben döntenek a fegyverszállításokról. A Finn elnök aláírta a NATO csatlakozásról szóló törvényeket. Sauli is Finn elnök aláírta az ország NATO csatlakozásáról szóló törvényeit, erről csütörtökön számolt be az orosz állami hírügynökség. Az elnöki palotában tartott ünnepséggel lezárultak azok a belső előkészületek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Finország csatlakozhasson az Észak-Atlanti Szövetséghez, miután a Finn Parlament március 1 megszavazta a köztársaság NATO csatlakozásáról szóló törvényjavaslatot. Finország és Svédország 2022. májusában kérte felvételét az Észak-Atlanti Szövetségbe, de Törökország blokkolta a csatlakozási folyamatot, követelve, hogy nyilvánítsák terroristának a kurd szervezeteket, valamint adják ki a terrorizmussal vagy a 2016-os kísérletben való részvétellel vádolt személyeket. Ezekről az Index percről percre tudósítása számolt be. Marius Blaszak szerint a lengyeleknek készen kell állniuk arra, hogy harcoljanak a hazájukért. A békés élet biztosításához erős hadseregre van szükség, ezért a lengyeleknek készen kell állniuk arra, hogy harcoljanak a hazájukért – jelentette ki Mariusz Baszcák lengyel nemzetvédelmi miniszter, erről számolt be a Polski Rádió. A miniszter kihangsúlyozta, hogy a lengyel állampolgároknak fel kell készülniük országok védelmére. Ha lefegyverezzük Lengyelországot, egy agresszív szomszéd trófeájává válunk. NATO tagok vagyunk, de tudunk el, hogy soha senki nem fogja megvédeni Lengyelországot a lengyelek helyett, mondta. Hozzátette, a békés élethez erős hadseregre van szükség, Lengyelország az elmúlt 50 év legnagyobb fegyverkezését kezdte meg az Oroszországi Föderáció fenyegetéseire reagálva, és idén a GDP-jének 4 ára kívánja emelni a védelmi kiadásokat, a jövőben pedig 300 ezerre kívánja növelni a hadsereg létszámát. Lengyelország 2035-ig mintegy 100 milliárd dollár tervez fegyverkezésre költeri. Erről a politikdat Kárpát számolt be. A lengyel cégek felében már ukránok dolgoznak. Minden második lengyel cég Ukrajnából alkalmaz munkaerőt, a cégek harmada hajlandó többet fizetni nekik, mint a lengyeleknek. Az ukránok fele alacsony beosztásban dolgozik, írja a TravelRBC Ukraine nevű portál egy másik forrásra hivatkozva. Lengyelországban nőtt az ukránokat foglalkoztató cégek aránya, novemberben 42 volt az ilyen cégek aránya, de most már 49 százalék. Ezt bizonyítja a Personal Service cég lengyel munkaerőpiacról készített legújabb felmérése. Az ukránok több mint fele, 56 a alacsony beosztásban dolgozik, 32 a középszintű pozíciót tölt be a lengyel vállalatoknál, az ukránoknak fizetett bérekről az derül ki, hogy majdnem minden harmadik ukrán keres óránként több mint bruttó 25 zlotyt a lengyelországi munkaadók 21%-a óránként bruttó 22,8-től 24,9-ig terjedő zlotyit fizet az ukránoknak, több mint bruttó 40 zlotyit a cégek 8%-ánál adnak. Ugyanakkor a lengyel munkaadók hajlandósága növekszik, hogy ugyanazért a pozícióért többet fizessenek az ukránoknak, mint a lengyeleknek. Jelenleg 31 százalék ezen cégek aránya, 2022. novemberében még 19 volt. A tanulmány kiderítette, hogy a lengyelek 35%-a pozitívan viszonyul az ukrajnai munkavállalókhoz, 45%-uk pedig semleges. Forró a helyzet a dél-kínai tengeren, Kína távozásra szólított fel egy amerikai rombolót. A kínai haditengerészet távozásra szólított fel egy amerikai rombolót, amely behajózott a dél-kínai tenger Kína által sajátjának tartott részére, jelentette be a kínai hadsereg csütörtökön. A közlemény szerint az amerikai haditengerészet Milius nevű rombolója engedély nélkül hajózott be Kína felségvizeire a Paracel a szigetek közelében, aláásva a békét és a stabilitást a forgalmas vízi úton, az ő elmondásuk szerint. Tien a kínai hadsereg déli műveletekért felelős parancsnokságának szóvivője azt közölte, a kínai erőket készültségbe helyezték, és hozzátette, hogy csapataik eltökélten védik a dél-kínai tenger stabilitását. Kína a nyersanyagokban gazdag, 3,5 millió négyzetkilométernyi dél-kínai tenger szinte egészét magának követeli, és több hadicílokra kiépített szigetet hozott létre a vitatott területen. A világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalának számító tenger egyes részeit azonban a Fülöp szigetek, Vietnám, Malajza, Brunei és Tajvan is magáinak tartja. Kína azzal támasztja alá saját követelését, hogy 1930 előtt senki nem vitatta a terület fölötti szuverenitását. Mindeközben a jövő héten megkezdi latin-amerikai körútját Tsai ing elnök. Az államfú közép-amerikai szövetségeseinél, Gatemalában és belize teendő látogatása során a tervek szerint átutazik New Yorkon és Los Angelesen. Taipei és Washingtoni jelentésekben arról számoltak be, hogy Kaliforniában találkozni fog az amerikai képviselőház elnökével, Kevin McCarthy-val és Pekingben a kínai szuverenitás megsértéseként értékelték ezt, és emiatt súlyos aggodalmukat fejezték ki. Kína saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és Peking korábban leszögezte, ha kell, erővel gondoskodik az újraegyesítésről. Az Egyesült Államok tagadja, hogy Kína távozásra szólította volna fel egy hajójukat. Az Egyesült Államok cáfolta Kína állítását, miszerint egy amerikai rombolót bírtak távozásra a vitatott helyzetű Paracel-szigetek körüli vizekről, miután az illegálisan behatolt a dél-kínai tenger Kína által sajátjának tartott térségébe, erről számolt be a Guardian. Az elmúlt napokban több amerikai haditengerészeti gyakorlat is zajlott a kelet-ázsiai térségben, beleértve a kelet-kínai, Fülöp-szigetek és dél-kínai tengert. Az Egyesült Államok és Kína között egyre nő a feszültség a térségben, mivel Amerika igyekszik szorosabbra fűzni a viszonyt szövetségeseivel a térségben. Erről a Telex számolt be amerikai lap számolt be arról, hogy Kína nyer, ha Oroszország meghódítja Ukrajnát. A Wall Street Journal szerint Xi Jinping érdekelt abban, hogy Oroszország meghódítja Ukrajnát, mert így Kína könnyebben megszállhatja Tajvant. Néki Haley vélemény arra a következtetésre jutott, hogy Kína nyer, amennyiben Oroszország meghódítja Ukrajnát. Ez jelent meg a Wall Street Journal hasábjai. A szerző szerint Xi Jinping és Vladimir Putyin eheti moszkvai találkozója a legújabb bizonyíték arra, hogy Kína Oroszország legjobb barátja és legnagyobb támogatója. Pekingnek az a célja, hogy katonailag, gazdaságilag és kulturálisan is megelőzze az Egyesült Államokat. Azt akarja, hogy Oroszország meghódítsa Ukrajnát, hogy Kína könnyebben megszállhassa Tájvánt. Joe Biden és néhány republikánus nem képes felismerni, ha a Kreml legázolja az ukránokat, az jó Kínának is. Szécsi Ping ezért kereste fel orosz kollégáját, mert saját vízióját segíti, ha támogatja Putyint. Amennyiben elesik Ukrajna, akkor Peking könnyebben rohanja le Tajvant. Az orosz fél Európánt fenyegeti, az elvonja Washington figyelmét Ázsiáról, írta a szerző. Erről a Mondiner számolt be. Ukrán területeket csatolna Romániához egy bukaresti szenátor. Vissza akarjuk szerezni a körülbelül egymillió román lakosság kulturális identitását, hagyományait, szokásait és vallását, érvelt a tervezete mellett Diana Sosolka. Az egykori román királyság ma Ukrajnához tartozó területeinek törvény általi anektálását követeli a szenátor. Erről számolt be szerdai cikkében a Transtelex. Az egyébként jogi végzettséggel rendelkező szenátor törvény azt indítványozza, hogy Románia azonnal mondja fel a Románia és Ukrajna közötti jószomszédi kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződést, illetve hogy anektálja azokat a régiókat, amelyek korábban Romániához tartoztak, azaz Észak-Bukovinát, Hertát, Budzsákot, a történelmi Máramarost és a Kígyó szigetet a Nemzeti Egység természetes és törvényes jogából kiindulva. A jelek szerint Máramaros megye azon kárpátaljai részét is szeretné Romániához csatolni, amelyek korábban soha nem tartoztak román felhatóság alá. Vissza akarjuk szerezni a körülbelül egymilliós román lakosság kulturális identitását, hagyományait, szokásait és vallását, érvelt a tervezete mellett a szenátor. Egyiptom hivatalosan is csatlakozott a BRICS tagállamok bankjához. Egyiptom hivatalosan is csatlakozott a BRICS tagállamok Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika által létrehozott új fejlesztési bankhoz. Miután befejezte a szükséges eljárásokat, derült ki a bank összetételéről szóló a pénzintézet honlapján szerdán közzétett közleményből. Egyiptom hivatalosan 2023. február 20-án kapta meg a tagsági státuszt, bár az erről szóló értesítés csak március 22-én jelent meg. Az igazgató tanács felhatalmazta a bankot, hogy 2020 végén hivatalos tárgyalásokat folytasson az új potenciális tagországokkal. A sikeres tárgyalásokat követően az új fejlesztési bank 2021. decemberében jóváhagyta Egyiptom csatlakozását, míg 2021. szeptemberében hasonló döntés született az Egyesült Arab Emírségek Uruguay és Banglades vonatkozásában. Uruguay kivételével mindannyian a bank tagjaivá váltak, miután átugrották a szükséges akadályokat. Erről az orosz hírek számolt be. A volt ukrán külügyminiszter szerint célegyenesben van az ukrán-magyar megállapodás. Ukrajna 2014 és 2019 közötti külügyminisztere több ponton nem értett egyet a magyar állásponttal, és a mostaninál több támogatást várna hazánktól. Veszélyesnek tartja a magyar álláspontot, amely szerint a fegyverszállítás egyrészt veszélynek tenné ki a kárpátaljai magyarokat, másrészt csak arra alkalmas, hogy meghosszabbítsa a háborút, amelyben már így is rengetegen haltak meg. Szerinte erkölcsileg, politikailag és mentális értelemben is szent joguk, hogy tovább harcoljanak Ukrajnáért, ezt elvi kérdésnek tartja. Nehezményezte Magyarország stratégiai kapcsolatait is Oroszországgal, szerinte a paksi atomerőmű bővítése nem vezet sehová, csak odaköt minket az oroszokhoz. Kiemelte, hogy Oroszország távol maradásához katonai potenciállal kell rendelkeznünk, és katonai fellépés mellett folyamatos gazdasági nyomást kell gyakorolni Oroszországra. El kell rettenteni Putyint vagy bárki mást attól, hogy más országokat rohanjon le, fogalmazott. Az ukrán diplomácia egykori vezetője szerint a mostani háború Oroszország ellen az átalakulás háborúja. Kína egyre befolyásosabb a poszt-szovjet térség egy részében, Ukrajna, Moldova, valamint talán Belarus is, noha nem csak Lukasenka vezetése alatt, Közép-Európa része lehet. A magyar nemzet újságírója rátért az oktatási törvényre felvetette, hogy legújabban már az anyanyelvi oktatás visszaszorításáról van szó. Ez az oka, hogy Magyarország hosszabb ideje nem is teszi lehetővé, hogy összeüljön Brüsszelben a NATO-Ukrajna tanács. A fő probléma ma az, hogy az ukrán gondolkodás befolyásolja annak érzete, hogy a magyarok mennyire állnak ki mellettünk Oroszországgal szemben. Lehet, hogy ez egy érzet, és lehet, hogy tartalmilag is így van, minden esetre problémát okoz. De az oktatási törvényre rátérve a helyzet az, és erre jó emlékszem miniszteri időszakomból, hogy különbözőképp értelmezzük ezt a jogszabályt. Már pedig nem hiszem, hogy önöknek lenne igazuk, mondta a volt miniszter. Leszögezte, nem akarják, hogy a kárpátaljai magyarok kevésbé legyenek magyarok és bármit feladjanak az identitásukból, meg akarják őrizni kárpátalja több nemzetiségű jellegét, és azt sem akarják, hogy a magyarok kizárólag az ukrán oktatást kapják meg. Nem arról van szó, hogy ukránul kelljen olvasni a szépirodalmat, de a földrajzi alapfogalmakkal azért nem már tisztában lenni. Szerintem tehát végső soron a törvény pontos értelmezése a kérdés tárgyaló asztalhoz kell ülnünk, és meg kell vizsgálnunk az új oktatási törvényt, nekünk is meg kell tennünk-e közben egy utat és önöknek is, fogalmazott a volt ukrán külügyminiszter, és hozzátette, hogy nem csak optimista, de teljesen biztos is abban, hogy mire a végrehajtáshoz érnek, meg tudnak majd állapodni. Erről az index számolt be. Oroszország és Kína hosszú távú nukleáris megállapodást írt alá. A megállapodás számos stratégiai területet érint többek között új atomreaktorok fejlesztését is. Oroszország és Kína elmélyíti partnerségét az atomenergia területén, új úti tervet készít az úgynevezett gyors neutronos reaktorok fejlesztése terén az elkövetkező évtizedekre szóló együttműködésről, jelentette be szerdán az állami atomenergetikai óriás vállalat, a Rosatom. A vállalat szerint az átfogó program nem csak a kétoldalú együttműködést alapozza meg, hanem alapvetően befolyásolja majd a globális atomenergia ágazat alakját. A Rosatom és a kínai nemzeti nukleáris vállalat között aláírt dokumentum kulcsfontosságú területekre terjed ki, és a jelenlegi együttműködés bővítésére, valamint új projektek elindítására összpontosít, amelyek a gyors neutronos reaktorokkal, az urán-plutónium üzemanyag előállításával és a kiégett nukleáris üzemanyag kezelésével kapcsolatosak. A hosszú távú nukleáris megállapodás bejelentése a Sücsipén kínai elnök háromnapos Moszkvai látogatása során bemutatott megállapodások között szerepelt. Kína már öt orosz atomreaktort üzemeltet, és jelenleg további négy van építés alatt, ami Oroszországot az ország legnagyobb nukleáris beszállítójává teszi. Erről az RT számolt be. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. A mikrofonnál Longa Uram Rást hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak!